s könnyek fakadnak szemeimből, kicsordulnak, patakzanak. Ajkamra jőnek, egyre jőnek, kitörnek a panasz szavak. S mikor a szívem összeroskad, mikor a könnyem mind kihull, többé nem érzek semmit, semmit az élet fájdalmaiból. Szeretettel köszöntöm Önöket a Tiszalök városában szervezett trianoni megemlékezésen és ökumenikus istentiszteleten. Köszöntöm városunk polgármesterét, Gömze Sándor urat, alpolgármesterét, Fedor László urat, jegyzőjét, Mező József urat, városunk képviselőtestületének tagjait, az intézmények vezetőit, civil szervezetek tagjait, vezetőit. Külön köszöntöm dr. Karakó László országgyűlési képviselő urat, dr. Vinnai Győző kormánybiztos urat és dr. Román István országgyűlési képviselő urat. Megemlékezésünk folytatásában felkérem dr. Vinnai Győző urat ünnepi beszédének megtartására. A mai napon Magyarország történelmi fordulóponthoz érkezett. Ma írják alá ama békeszerződést, amely ezer éves országunk szétdarabolását kimondja. Békeszerződésnek nevezik azt, ami nem az ígért békét, de örök békétlenséget, nem nyugalmat, de folytonos nyugtalanságot, nem szeretetteljes együttműködést, az emberiség nagy és nemes céljai elérésének érdekében, de széthúzást és ellenszenvet alkalmas teremteni a népek között. És új, hosszantartó viszályok csiráját hinti el mesterségesen. Minden igazságtalanság követtessék el az egyeseken vagy nemzeteken, megbosszulja magát. És minden igazságtalanságnak megvan az a mélységes megtorlása, hogy belőle jónak bőséges forrása fakadjon. Bízzunk egy ásznapon az isteni gondviselésben, bízzunk nemzetünk szívóságában, amely egy évezredenen át Európa védőpajzsa volt. Bízzunk népünk sok jó tulajdonságában, és bízzunk végre saját erőnkben, melyet kitartó munkával fejlesztve igazolni fogjuk, ama régi közmondást, ne bánts a magyar. Jó napot kívánok, igen tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező közösség, kedves tiszalöki és környékbeli polgárok. A magyar parlament 52. ülésének 1920. június 4-én papírra vetett jegyzőkönyvéből idéztem. Igazi balsorsú péntek volt. Apáinkban, nagyapáinkban, dédszüleinkben a fájdalom, az értetlenség, a harag kavargott. Értetlenül álltak a magyarokra erőszakolt igazságtalan szerződés előtt, amely 20. századi történelmünk talán legnagyobb traumáját és sorsfordulóját jelentette. És ahogyan Mohács, nemzeti nagylétünk temetője, a magyar balsort szimbólumává vált. Úgy lett Trianon is, a valamikori falucska, a 17. századtól a Versailles kastélykert két palotájának névadója, a magyar kálvária keserves stációjává, a nemzeti tragédia jelképévé. Tisztelt emlékezők, a történészeket, a közírókat, a közembereket a két világháború között foglalkoztatta a Mohács-Trianon párhuzam. A kiváló egyetemi tanár Domanovszky Sándor 1927-ben erről így ír, idézem. A háborús vereség, a forradalmak, az idegen megszállás, végül pedig a békeszerződés rendelkezései oly mértékben kifosztották, gazdaságilag tönkretették az országot, hogy egy csapás mellett Mohács is eltörpült. Igaz, az ország tette hozzá, annyiban kedvezőbb helyzetben van, hogy idegen kormány nem veri békjóba
felső fejlődését. Eddig az idénre. A párhuzamokat illetően még ennél is messzebbre ment, lelkében a békeszerződés friss fájdalmával Berzelici Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki az 1920. évi akadémiai ülésszakot megnyitó beszédében a magyar sorstragédiák fölött tartott szemlét. A tatárjárás, a mohácsi vereség, az 1848-49-es szabadságharc leverése és az azt követő Habsburg abszolutizmus időszaka után Trianont oly eseményként mutatta be, amely idézem, elmúlt nagy nemzeti katasztrófáinknak majdnem összes jellegzetes vonásait egyesíti magában, s így a legnagyobb és legsúlyosabb válság, amely életerőnket addig próbára tette. Igen, tisztelt tisztelőkétek, a magyarok próbatétele volt az a 92 évvel ezelőtti nap. Sokáig küzdöttünk, vagy talán mondhatom még, hogy ma is küzdünk a trianoni traumával. Úgy éreztük, talajt vesztettünk, úgy éreztük, egyedül maradtunk az első nagy világégés felszálló füstjében, úgy éreztük, ami velünk történt, a történelmi Magyarország feldarabolása, az egy rossz álom, úgy éreztük, nem tudunk talpra állni, a gyászos hangulat és a tehetetlenség érzése eluralkodott rajtunk, több millió magyar honfitársunk idegen uralom alá került, és több százezren menekültek a maradék ország területére. Budapest és más nagyobb városok pályaudvarainak vagonlakói lettek, éhesen és munkanélkül tengették életüket. Igazi próbatétel volt. Súlyos lelki megrázkódtatás. A magyarok megaláztatásának napja. A válaszok is ebből az állapotból, nézőpontból születtek, hiszen egyetlen nemzet sem tűrte volna szótlanul területe kétharmadának és saját lakossága egyharmadának elcsatolását, önrendelkezési jogának megvonását, kisebbségbe szorult honfitársainak elnyomását. De nyissuk ki a távlatot. Trianon nem csak bennünket tett tönkre, hanem az egész közép-európai rendszert. A gazdasági és politikai válságokkal küszködő térség ki volt szolgáltatva a nagyhatalmaknak. Nem csak azért, mert az első világháború alatt és után legyengült, hanem főként azért, mert egyes országai, népei az öncélú kisállamiság bűvöletében egymással marakodva és meghasonlottan maguk is erős felsőbbséget kerestek. A békerendszer tehát felelős a régió felbomlasztásáért és a nagyhatalmi befolyás megjelenéséért, amit a történelem igazol. Innen a 21. század elejéről nagyon is úgy látszik, jóvá tehetetlenül kidöntötte az európai egyensúlyt a nyugat és kelet közti kiegyenlítődés egyik alappillérét. Tisztelt emlékező közösség! A történelem nekünk 92 évvel ezelőtti napon más esélyt, mint hogy aláírjuk ezt az igazságtalan szerződést, nem kínál. Hiszen ekkor már Törökország kivételével minden volt hadviselő ország aláírta az eléje tett diktátumot. Magyarország már alig bírta az Antant blokádját, az emberek sokasága ekkor már ízetlen, sótalan kenyeret evett, a falusi lakások százezrei hónapokon át sötéten maradtak, mert nem volt petróleum. Sokan sodrott papírszálakból szőtt papírruhákba jártak, és akinek gyógyításához külföldi orvosság kellett, az meghalt. Nem volt más választása az országnak, alá kellett írni a papírt, amit elégette. Még a mindenből viccet faragó, minden kigúnyoló Borszem Jankó nevű viclap június 3-ai száma is ezt a kérdést tette fel első oldalán. Egész oldalas rajzán lehajtott emberfő ezreinek tömege, az előtérben egy asztal, rajta egy papírlap, s azon egy tollat tartó kéz volt látható. Alatta a szöveg, aláírjuk-e. A történelem akkor más esélyt nem kínált a magyarok számára. Hölgyeim és uraim, tisztelt tiszalökiek, kedves környékbeliek, keveset beszélünk arról, hogy a békeszerződés súlyos területi, gazdasági, politikai következményei ellenére hamar sikerült talpra állnunk.
az általános pesszimista prognózisokkal ellentétben, melyek az új Magyarország életképtelenségéről szóltak, a magyar gazdaság viszonylag gyorsan és sikeresen alkalmazkodott az új feltételekhez. Az egyfőre jutó nemzeti jövedelem 1929-ben már meghaladta az 1913-ast az utolsó békeév idejéből. Ugye 14-ben robbant ki az első világháború. És ennek a gazdasági sikernek az alapja az oktatás volt, amelyet a két világháború között igen alaposan kiépítettek és fejlesztettek. Bizonyára vannak itt olyanok, akik ismerik a Klebersbergi iskolatípust, világhírűvé vált akkor a magyar iskola, népiskolák ezreit építették, fejlesztették a középiskolai rendszert, a Nobel-díjasok innen kerültek ki, és igazi egyetemi reformot vezettek be. Tisztelt tiszalökiek, büszke vagyok arra a pillanatra, amikor 2010-ben a képviselők között én is megszavazhattam a kettős állampolgárságot. Úgy éreztem akkor a parlamentbe, hogy ezzel június 4-e a helyére került, vagy legalábbis megközelítette a helyét, és újra együtt élhetjük meg ezt a napot, amelyről most beszéltem, amely gyásznap volt, emléknap volt, de igen, 2010-től a Nemzeti Összetartozás napja, a Magyar Egység napja. Hiszen a parlamenti döntést követően megszűnt a határon túli magyar fogalom, csak egy és oszthatatlan magyarság él a Kárpát-medencébe és szerte a világon. Kultúránkban, nyelvünkben, emberi kapcsolatainkban, lelkünkben él az összetartozás élménye, és ez az élmény, ez az érzés az államhatároknál nem áll meg, tudjuk, az összetartozás szempontjából nem az ország fizikai határai számítanak. És az, hogy gyerekeink a határtanuló program keretében eljuthatnak a határon túli, idézőjelben határon túli területekre, hogy azt a lehetőséget megadjuk, hogy aki általános iskolába és középiskolába jár, középfokú intézménybe, egyszer eljusson Felvidékre, Erdélybe, Délvidékre, vagy akár Burgenlandba, és ott érezze, hogy ott magyarok éltek, magyarok dolgoztak, ez számunkra sokat jelent. Tisztelt emlékező közösség, erőt kell merítenünk a 20. század kudarcaiból. A saját utunkat kell járni, a magyarok akaratát kell követni, és a 21. századi kihívásokra helyes válaszokat kell adnunk. Ma már elég erősek vagyunk, hogy a magány és tehetetlenség érzése helyett valami egész mást érezzünk, az összetartozást és a tenni akarást. Egyre többen vannak közöttünk olyanok, akikben az a belső hang, hogy összetartozunk, elemi erővel képes megelevenni és cselekvésre ösztönözni, amikor összefogásra van szükség. És amikor az összetartozás érzése megelevenedik, az semmi máshoz nem hasonlítható, erőt szabadít fel, legyen az árvíz vagy vörös iszap, amivel a napjainkban szembe kell nézni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a mai nap itt Tiszalökön legyen a magyarok újrakezdésének napja. Igen, mert ma nekünk magyaroknak arra van szükségünk, hogy a felöllődés helyett megújuljunk, megerősödjünk és új távlatokat nyissunk egy jobb élethez. Örömmel mondom önöknek, hogy 2010 júniusa és 2012 júniusa között több mint 250 000 ember igényelte a kettős állampolgárságot. Pontosabban a magyar állampolgárságot. Több mint 250 000-an és 150 000-en már le is tették az állampolgársági esküt. Ez igazi siker és ékes bizonyítéka, hogy mi magyarok újra egyesíthetjük akaratunkat és erőinket. Mert mindenkinek tudnia kell, aki bízik a jövőben, hogy mi magyarok szorgalmas és tehetséges nemzet vagyunk, akik súlyos áldozatok árán, de megtanultuk, idézem, a nemzet sorsa nem írott szerződéseken, hanem fiainak erényein fordul. Igen, fiainak és lányainak erényein, mert ezek az erények tehetnek sikeressé egy nemzetet, egy országot, és mi készen állunk erre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.